Már a délelőtti órákban sok érdeklődő érkezett a helyszínre. A vásáron a magánvállalkozók mellett civil szervezetek is voltak. Ezek közül az egyik a Pancsovai Félúton Egyesület, akik a szellemi fogyatékossággal élő egyéneket karolják fel. A Pancsovai Josif Pancsics mezőgazdasági szakközépiskola kertészet szakos tanulói és tanárai saját maguk termesztenek növényeket, és azokból készítenek különféle alkotásokat. Ez alkalommal pedig a vásáron is kiállították a húsvéthoz kapcsolódó dekorációikat. Mi smo ovdje drugi dan. Imali smo petak, pa danas meni je mnogo lep. Zaista je vrlo interesantno, vrlo onako i štandovi su prelepi kao i uvek. Stvarno su bogati i maštoviti. A húsvéti kirakodóvásárt idén második alkalommal szervezték meg. Az esemény kezdeményezője a felsővárosi Páncsevken nőegylet volt. Támogatást kaptak a Pancsovai Önkormányzattól és a Pancsovai Turisztikai Szervezettől, ami sokban hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Ima izuzetno potražnje, svi su zadovoljni, baš sam obišla sve izlagače, pitala kako su zadovoljni, svi su zadovoljni. Tu ima za svakoga po nešto, svi mi radimo različite neke stvari i svako pronađe nešto za sebe. Bazar traje, uvek gledamo da pokrijemo i katolički uskrs, tri dana pred katolički uskrs, tri dana pred naš uskrs. Az ünnepekre készülve a Pancsovai sétatéren kiállított húsvéti díszekből, emléktárgyakból és süteményekből válogathattak az érdeklődők.